A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. A mai adásunk mottójával kezdeném. Elég hosszú ideje kóborolunk már a kozmikus óceán partján, most végre készen állunk arra, hogy vitorlát bontsunk a csillagok felé. Ez Carl Sagan, amerikai csillagász és asztrofizikus mondta. És ez azért illeszkedik a mai beszélgetésünkhöz, mert a vendégem egy kivételes ifjú hölgy, a jövendő űrmérnöke, aki határozottan vallja, hogy soha nem lesz egyedül, hiszen van egy nagyszerű családja, van meg annyi hangszere, és persze ott van a végtelen univerzum, a csillagászat, amely, ahogy Berger Hanna Sára fogalmaz, egy többszemélyes tudomány. Szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk. Én is köszönöm, hogy itt lehetek. No, hát mielőtt elérünk a csillagokig, kell, hogy beszéljünk az otthonról, hiszen ez egy fiatal életében meghatározó. A család mindenek felettisége, én azt mondom, hogy Bergeréknél bizonyosan működik. Ez így van, természetesen. No, hogy nő fel egy kislány, aki aztán a később elindul egy különleges úton? Ez egy igazán remek kérdés. A szüleimtől elképesztő mennyiségű támogatást kaptam mind zenei téren, mind a tudomány területén, és mindig a magam ura lehettem. Én dönthettem el, hogy mivel is szeretnék foglalkozni, vagy éppen mi az, ami ténylegesen érdekel. Így óviskorom óta velem van a zene, és mint a tudomány is, már kiskoromban vittek engem csillagvizsgálóba, különböző természettudományi múzeumokba. Természetesen emellett nagyon sok komoly zenei koncerten is ültem. Nem volt furcsa ez a Rákóczi suliban, meg a Felsővárosban, hogy ilyen különleges dolgok iránt érdeklődsz? Úgy gondolom, hogy sok velem egy érdeklődésű diák, tanuló volt mellettem, így nem tartottam furcsának. Tehát ezek csoda pillanatok voltak. És a zenéről beszélünk egy kicsit, mert utána úgy is jön a csillagászat is, ami mindent visz, azt tudjuk. Ugye nagyon sok hangszerrel játszol. Honnét jött az indítatás? Így van. Hát már óviskorom óta zenélek, már zeneóviban kezdtem, elkezdtem csellózni, fuvaláztam is, rengeteget zongoráztam, és most dobolok is. Persze a gitárt se hagyhattam ki, úgyhogy mindenféle hangszert is kipróbáltam. A dob már a 20. század hangszere mindenképpen, tehát akkor minden stílusban otthon vagy. És folyamatosan játszol is? Igen, igen, már óviskorom óta folyamatosan egy év kihagyásom se volt a zenével. Jó. Tehát és akkor itt megérkeztünk a középiskolához. Nyilvánvaló, hogy ha valaki jövőképet szeretne magának, akkor egy olyan iskolát választ és olyan tagozatot, ha jó tanuló, már pedig ezzel nálad nem lehetett gond, mondom én, amely majd előre visz. Így jött a Teleki. De miért matek tagozat? Úgy gondoltam, hogy a matematikát mindenképpen előnyben kell részesítenem. Mindig is érdekelt a természettudomány, és úgy gondoltam, hogy a matematikát minél jobb, hogyha korábban elsajátítom, vagy megismerem, és csak jót hallhattam a Telekiről, úgyhogy nem volt kérdés. És ez bejött remek tanárok, és azt hiszem, hogy egy nagyszerű szak jövőépítéshez elengedhetetlen mindkettő. Ugyanakkor a jövőépítéshez nagyon komolyan hozzájárult, ahogy olvastam, a 14. születésnapod, amikor is egy csillagászati távcső birtokosa lettél. Igen. Meglepődtél, hiszen ez egy olyan ajándék, ami meghatározza a jövődet, azt, amit te elképzeltél magadnak. Igen, rendkívül meglepődtem, el nem tudtam képzelni, hogy ilyen ajándékot kaphattam, és azóta is rendszeresen használjuk a családommal, illetve barátaimmal is, majd tervezünk különböző programokat ezzel, mint fotózásra, mint csak megfigyelésre. Nagyon alkalmas ez a távcső. A fotózásról fogunk beszélgetni, de először önmagáról, a csillagászatról. Hogyan lehet egy ilyen exakt tudományágba belebolondulni? Ez a bolondulás rossz szó. Beleszeretni annyira, hogy a jövőt is ezzel képzeli el egy fiatal. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hihetetlen tudományág, és nagyon sok mindent nem tudunk még róla, és pont ezért érdekel, mert szeretnék minél többet megtudni, és úgy gondolom, hogy ez az a tárgy, ami
ezt a tudásvágyamat, vagy kíváncsiságomat így teljesen ki tudná elégíteni. Tehát itt a kíváncsiság és a tudomány szeretete azért találkozik, kézenfogva jár nálad. Igen. És ez egy folyam, mi a folyamatos fejlődés zálaga a csillagászatban? Azt majd utána arról beszélünk nyilván, hogy azért te meglépted azokat a lépcsőfokokat, amelyek ezzel engedhetetlenek, de úgy általában, amikor elkezdted, hogy kezdted? Elsősorban nagyon-nagyon sokat olvastam, nagyon szeretek olvasni, illetve nagyon sok érdekes videót is láttam a csillagászatról, illetve megismerkedtem az Székesfehérváron működő Tárkán Lajos bemutató csillagvizsgálóval, és azóta is a szakkörökön részt veszek, illetve most már az általános iskolásoknak már tartok is rendszeresen csillagászati foglalkozásokat. Ez egy nagyon komoly lépcső. Tehát kitől tanultál? Hiszen nyilvánvaló, hogy azért kellenek mesterek. Tehát nem csak a könyvek, hanem kell olyan mester, aki élő szóban is elmondja, hogy hogyan lehet továbbfejlődni. Igen, nagyon sokat tanulhattam egyrészt a gimnáziumi tanáraimtól, matematika tanáraimtól, Ponászné Csuti Márta tanárnőtől, illetve Szabó Gábor tanár úrtól, valamint nagyon sokat köszönhetek a csillagvizsgálóban résztvevő más szakkörösöknek, akik Budapesten egyetemista tanulók, például Keserű Norbert, illetve Bánk Roland, valamint a hétfői csillagászati szakörünk vezetője Nagy Rezső, aki ugye az Óbudai Egyetem egyik tanára. Fantasztikusan fogalmazol, tegyük hozzá. Én azt hiszem, hogy ez egyrészt az olvasásnak, másrészt annak az elmélyülésnek is köszönhető. Tehát én pedig ezt köszönöm a tanáraidnak és a családodnak egyaránt. Hiszen nem telt el olyan hosszú idő, hogy kiemelten törődsz ezzel, mert nyilván egy ideig csak a látvány volt a fontos, most viszont már tudományos alapokra helyezted azt a látványt, amit mi csak úgy nézünk. A köznapi emberekre gondolok természetesen. Irány az űr. Ez a dolgozat a Nemzetközi Tudományos Konferenciához 2021-ben volt. Ilyenkor mindig elcsodálkozom, hiszen akkor mindösszetesen 15 éves voltál. Igen. Honnét jött a gondolat, és mi volt az a tartalom, ami megragadta a figyelmedet, hogy aztán ilyen szinten kifejleszd? Nagyon érdekelt mindig a gyakorlati alkalmazása is a csillagászatnak, és szerettem volna készíteni, vagy megvalósítani egy olyan projektet, ami már szabad szemmel is látható, és látom, hogy én készítettem, illetve sikerült is, valamint tényleg látható eredményei vannak, és ez motivált abban, hogy én tényleg foglalkozzak ilyenekkel is. És itt mélyüljünk el egy kicsit ebben, hiszen egy ilyen dolgozat nyilván a terminus technikusokat, ahogy megbeszéltük, kihagyjuk, de mi volt az alapja? Alapvetően a feladatunk az volt, hogy megmérjük a holdnak a látszó átmérőjét, és ezt kizárólag egy fényképezőgéppel, illetve távcsővel tudtuk, vagy hát tehettük meg, és erre találtunk megoldást a dolgozat folyamán. Nocsak, akkor ha röviden elmondanád, azt nagyon megköszönném. Igen, kellett alkalmaznunk egy referencia adatot, amit egy földi tárgy lefotózásával szerezhettünk meg, hiszen hogyha annak tudtuk a megfelelő paramétereit, azzal vissza tudtunk következtetni a hold látszó átmérőjére is, kizárólag fényképek, illetve pixelek segítségével. Tehát ez egy nagyon komoly lépcső mindenféleképpen. Mint ahogy az is, hogy elkezdtél Bakonybélbe járni. Igen. A csillagdába. Én jártam ott egyébként, de még nem mostanában. Én azt láttam, hogy csupa elvarázsolt, holott ilyenkor aztán az emberfiának kiderül, hogy nagyon is komoly munka folyik ott. Így van, nagyon sokan vagyunk ott, több tanuló is dolgozik ott, és csak azt tudom elmondani, hogy mindannyian nagyon szeretjük ezt a munkát végezni. Mennyire érdeklődnék manapság? Az osztálytársaidról beszéltünk, hogy azért sok támogatást kapsz, de általában az emberek, a fiatalok miként látott, mennyire érdeklődnek a csillagászat iránt? Én úgy gondolom, hogy rengetegen érdeklődnek a csillagászat iránt, és mindannyian kíváncsiak, hogy milyen jövőbeli következményei lehetnek, vagy milyen kutatásokat fogunk elérni, fogunk eljutni más bolygókra esetleg. Ilyen értelemben van jövőképed? Hogy konkrétan mivel szeretnél foglalkozni? Hiszen azt látjuk, mert utána Nők a Tudományban Egyesületről kell, hogy szó essék, de neked vannak konkrét elképzeléseid?
Van több konkrét elképzelésem is, azt, hogy melyik, azt még pontosan én se tudom, de szeretném mindenképpen azt, hogy a csillagászat az életem részévé váljon még a jövőben is. Nincs. Úgyhogy gondolkodtam űrmérnöki szakon is. Hát ez történjék így. Megerősítést jelent, hogy egyre többen figyelnek rád, rátok, általában a csillagászatra, azokra az eredményekre, amelyeket közzé tesznek. Mindenképp, igen. Igen. Jól van. No, hát Nők a Tudományban Egyesület nagykövet. Igen, kevesen mondhatják el magukról, és azt hiszem, hogy ha az imént már használtam ezt a kifejezést, de ez valóban megerősítés lehet neked. Beszéljünk erről az egyesületről. Ugye nekünk a fiatal lányoknak, akik mindig a nagyköveti programban részt vettünk, az volt a feladatunk, hogy minél jobban népszerűsítsük igazából a tudományt, nem is csak a fiatal lányok körébe, de hogy mindenki körében, hogy minél többen megismerhessék, és hogy ne féljenek attól, hogy nem képesek elhelyezkedni ennek a STEM-nek a területén. Ez egyébként, én azt mondom, mint minden tudományág, igazából teljes embert kíván. Tehát ha körülnézünk az osztályodban, akkor nyilván vannak, akik már készülnek a jövőjükre ideje korán, és ez így van rendjén. Mennyi időt veszel, vagy mennyi időt kell arra fordítanod, hogy figyeld a legújabb kutatások eredményeit, általában tartsd a lépést? Általában a reggeleimet úgy kezdem, hogy olvasok ilyen témából híreket, megnézem, hogy milyen új kutatások vagy eredmények születnek, de elég sok időt elvesz. Tehát nyilván a folyamatos fejlődés zálog a kutatás. Ebben egyezhetünk, és ehhez idő is kell. Mennyire volt számodra fontos Porto, hiszen Portugáliában jártál, a Porto Egyetem asztrofizika tanszéke hívott meg, és azt hiszem, hogy ez egy különleges minden magyar fiatal számára, hiszen nagyon kevés fiatal vehet részt nagyon sok jelentkezőből, és ez mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos lépcső a pályafutásodban. Elképesztő volt számomra maga a város is, ahova érkezhettem, illetve maga a tábor, helytábor, ahol voltam, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sokat fogok ebből tanulni még a jövőben is, ugyanis este zárult még le, tábor utáni kutatásokban is részt fogok venni, úgyhogy jelentős ez az egész. És természetesen remény. Mindez angol nyelven, hiszen a dolgozataid, a publikációid zöme is angol nyelven kell, hogy készüljön, hiszen ez a világnyelv, és nyilván a tudomány nyelve is. Viszont akkor menjünk el Portóba. Ugye megkaptam én, és lefordítottuk, hogy mi minden vártott rátok. Megszámoltam 6 olyan fő témakör, ami nagyon-nagyon fontos, ebből ugye 3-at választhattál. Kezdjük az elejével. A galaktikus csillagászat volt az egyik választottad. Igen. Miről volt itt szó? A galaktikus csillagászat kurzust végezhettük el mi a 3. héten. Elsősorban galaxisokról volt szó, a galaxisok életútjáról, hogy hogyan alakulnak ki galaxisok, milyen interakciók vannak a különböző galaxisok között, hogyha netán véletlen kettő egymásnak ütközne. Erről volt szó a 3. Tehát számtalan héten. Törvény, olvasom itt a Kepler törvénytől egészen a napjainkig, amelyek mind újdonságot jelentenek nyilván egy fiatal csillagász számára is. Aztán itt van a gravitáció vonzása. Ez már valamelyest a köznapi ember számára is érthető, de nyilván az csillagász nyelven teljesen másként hangzik. Igen. A gravitáció vonzása kurzus alatt leginkább matematikát alkalmaztunk, nagyon sok törvényt vezettünk le, bizonyítottunk be, elkezdve a kinematikától, a mechanikán keresztül, mindenféléről volt szó. Igen, ahogy itt olvasom, hogy bemutatjuk, írjátok ti a gravitációs hullámokat, fodrozódásokat a téridőben, amikor két kompakt tárgy egymás pályájába ér, végül összeolvad egy energiarobbanással. Tehát ez egy fantasztikus történet. Igen. No, és végül is a 3. pedig az univerzum fizikája. Itt ugye azt látom, hogy a kurzus részletes magyarázat ad az univerzum jelenlegi látásmódjára. Ez a látásmód, amikor, ha ezt kiemelten kezeljük, ez csak a csillagászokra vonatkozik, vagy egy köznapi ember is elmerülhet ebbe és megértheti?
Úgy gondolom, hogy bárki megélheti, és elmerülhet benne, amennyiben kíváncsi rá. Tényleg csak mi magunk szabjuk meg a határokat. És hol vannak a határok a te munkádban? Mert hogy ez bizonyos értelemben munka, ez egy olyan tradicionális tudományág, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra az ókor óta. Szerintem nincsenek határok, tényleg kizárólag a jövőn is rajtunk múlik, hogy hol fogunk majd megállni. És milyen jövőképet látsz magad előtt? Mivel mindenképpen szeretnék a csillagászattal foglalkozni valamilyen szinten, szeretnék űrhajókat tervezni, építeni, esetleg űrtávcsöveket, amivel még jobban felfedhetünk újabb rejtélyeket a világűrről. Tehát az űrmérnökség az alapvetés ezek szerint. Igen. És a többi tárgyról egy kicsit beszéljünk, még menjünk vissza a telekibe. Tehát nyilvánvaló, hogy a reáltárgyakat ilyen mindenestől, fizika, matematika egyértelműen, de hogy állsz a többivel, és az angol magától értetődik. Nagyon szeretem legtöbb tárgyat, mind az iskolámban, és elmondhatom, hogy nagyon szerencsés vagyok, mivel rendkívül jó tanáraim vannak a teleki gimnáziumban. Így igazából egy élmény részt venni mindegyik órán. Ilyen egyébként napi kapcsolatban kell, hogy legyél azokkal a fiatal csillagász növendékekkel, akikkel megismerkedtél? Tehát ezt gondolok itt, hogy itthon és külföldön is? Tartjuk mindannyian a kapcsolatot azóta, hogy lezáródott a tábor, így minden nap beszélgetünk, illetve amint el fognak indulni a tábor utáni kutatások, egyre többet kell majd újból kommunikálnunk egymással. És ez jó, hát örök barátságok így születnek, és ez így Igen. van rendjén. Ugyanakkor azt mondtad, hogy egyre nagyobb az érdeklődés a csillagászat iránt. Ez minek köszönhető, mint gondolsz? Tudjuk, hogy felgyorsult a világ a 21. században, de általában minek köszönhető? Hogy ilyen, ahogy én fogalmaztam, rossz ez a jelzőszerkezet, de ilyen exakt tudomány ág iránt azért az ritka, hogy ilyen nagy az érdeklődés. Úgy gondolom, hogy pont ez az a tudományág, ami a kisebbekben, illetve nagyobbakban is felkelti ezt az érdeklődést, hogy minél többet szeretnének megtudni. Meg egy kissé úgy tűnhet ez a tudományág, mintha elérhetetlen lenne, de megismerkednek vele és rájönnek, hogy mégsem az. Nincs kétségem felőle, hogy hallgatnak rád az osztálytársaid, amikor mesélsz, így van? Lehet. Hallgatnak rád? Meghallgatnak? Igen. Figyelnek rád? Igen. Én azt gondolom, hogy még a tanároknak is van tanulni valójuk tőled. Mi a következő terved a következő időszakra? A következő időszakban egyrészt részt fogok venni a tábor utáni kutatásban, ami különböző adatfeldolgozásból fog állni, ugyanis a sötét energiával kapcsolatos kutatásokat fogunk végezni. Pontosabban még én sem tudom, hogy miről fog szólni. Ezen kívül még előttem áll most érettségi időszak is, abban is részes leszek. No, hát mit kívánjunk? Itt a fehérvári tévénézők és a médiacentrum munkatársai nevében. Mit kívánjunk neked? Kevés szerencsét. Hát szerencsét nem kívánunk, hiszen te teszel érte, hogy ne legyen szükséged szerencsére egyetlen egy lépcsőfokhoz sem, hiszen előtted áll a világűr, és a tiéd lesz, nincs kétségem felőle. Érdeklődéssel várjuk majd a híreket a továbbiakról, hiszen tudjuk, hogy ez csak egy megálló volt, Porto és az egész eddigi. És hát én azt kívánom mindannyiunk nevében, hogy valósítsd meg álmaidat. Köszönöm. Jó zenéket hallgass, és a publikációid pedig olyan sikeresek legyenek, mint mindez idáig. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Berger Hannas volt. Azt hiszem, hogy, illetve Sára, majdnem elfelejtettem, hiszen Sára az ő kedvenc keresztneve. No, tehát akkor köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.